Sziasztok, szép jó napot! Ma is egy finomsággal készültünk, egy nagyon egyszerű dolog. Hekket fogunk sütni, üzletekben lehet kapni, tudjátok, ez a 900 g-os, majdnem 1 kilós csomagolású hektörzseket, amit mindenképpen ajánlok, hogy tisztítsatok meg, miután kicsomagoltátok, STB, meg ugye a nagyipari felhasználás, pontosabban előkészítés által rengeteg pikkelyt még rajta hagynak, ugye nincs is belül kitisztítva normálisan, én ezt most kitisztítottam, tehát itt különböző fekete hártyákat, esetleg béldarabokat találtok még, tehát minimum ilyenre, mint amit most láttok, hófehér legyen minden, látszódjon a gerince, tehát így van normálisan kitisztítva. Na most a sütés ennek is háromféleképpen létezik, pontosabban négyféleképpen, a teljesen natúra negyedik. Tehát a legszokványosabb az, amikor paprikás lisztbe fogjuk megsütni, pontosabban most ebben fogjuk mi elkészíteni. Van a párizsi masszás verzió, amikor vastag sörtésztába mártják a halat. Ugye ott inkább annak van jelentőség, amikor megmérik a mérlegen a strandon, akkor nyilvánvalóan az 15-20 dekával kapásból többet mutat. De egyébként én is szoktam úgy készíteni itthon, és nagyon finom az a massza. És van a harmadik verzió, ugye amit mondtam, valaki teljesen egyszer simán bepanírozza, az is, tehát kirántja a hekket, az is teljesen jó. És mondtam a negyedik, amit legelőször mondtam, amikor teljesen sima fehér lisztbe sütik ki natúron, az is egy jó verzió. Mi most a paprikás lisztes verziót készítjük el, ami ugye a nagy átlagban szerepel, a strandokon is. Na tehát, úgy kezdünk, ki van teljesen tisztítva a hal, mint mutattam, gyönyörű szépen a pikkelyeket még leszedtem. Ezen a négy halon egyébként egy fél marék pikkely még volt, tehát érdemes megtisztítani. Nem szabad egyből földolgozni, ahogy kibontjátok. Következő. Ugye van maga a törzs. Ezt én úgy szoktam elkészíteni, hogy körülbelül két harmad arányba egyszerűen szépen bevágom. Tehát majdnem, hogy teljesen gerincig vágom. Semmi nagy attrakció nincsen benne. A lényeg, látjátok, így be van vágva. Egyébként, ha teljesen gerincig levágjátok, akkor sincs semmi baj az égvilágon. Az irdalásnak van még egy fajtája, ugyanakkor a halat mondjuk ebbe a formába séhen kezdem el beírdalni. Tényleg igazából semmiféle jelentősége nincsen, mert ugye ezen a hús részen itt nem fogtok találkozni nagyon szálkával. Tehát kinek melyik a szimpatikus, ki így vágja, ki úgy vágja, abszolút be. Sőt, van az a fajta módozat, hogy ezt a hekket egyébként le is lehet filézni, és filébe is természetesen meg lehet sütni. Hát mi most nem filézgetünk, majd azt megcsináljuk egy harcsánál, megcsináljuk egy fogasnál, STB, de ez a hek, ez tényleg így szép és jó, ha a törzsével együtt van, megsütve. Következő lépés, ugye a sózás. Nagyon fontos, hogy kívül, belül tényleg alaposan sózzuk be, dörzsöljük be, és én meg azt is szoktam csinálni, ugye nézzétek, tehát a belső, ahol be van írdalva, ott is teljesen beszoktam sózni, mindenhol jó itassa át a só, így egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes halat fogtok kapni. Innentől mehet a lisztfürdőbe, ezt megcsinálom ugyan a többi egyednél is, és egy fantasztikus, ropogós, de belül vaj puha hekket fogunk kapni. Végül is tényleg gyerekjáték, bárki el tudja követni otthon, nem egy nagy technológia az egész. Itt az a lényeg, hogy a beírdalt felületeket alaposan dörzsöljük át, és így nagyon-nagyon-nagyon kellemes íze lesz a halnak. Egy kis sült burgonyát fogunk hozzá készíteni, és el fogjuk fogyasztani ebédre. Árba egyébként megint csak azt mondom nektek, egy ilyen csomag, sac per kb. 1000-1200 forint. Arra számítsatok, ugye, mert 900 g, vagy amikor kicsomagoljátok, ugye ki fog olvadni, tehát nem fogtok 900 g-ot kapni, ez a bruttó súlya, ez szépen elkezd majd kiolvadni,
Volt a csoga, amikor leméltem, és 750 gram lett a vége, tehát semmiképp ne számítsatok, egy 900 gramra, majdnem egy kilóra. De egyébként ez mindenféle ilyen csomagolt halnál sajnos így van. Én menet közben elkezdtem felforrósítani az olajat, még egy-két szót a lisztről, tehát végeredményben ki mennyi liszttel dolgozik, az végeredményben nem érdekes, jó alaposan ugye be kell hempelgetni. Paprika, édes paprikával dolgozom, én nagyjából egy ilyen, mit tudom én mennyi liszt volt ez, egy 10-15 kanál liszthez, egy 3 evőkanál paprikát használok. Ugye minél többet használtok, annyival szebb a színe is, mikor megsül, de nem is szabad túlzásba vinni, mert ez a paprika meg is éghet. A sütés úgy történik, bocsánat egy picit, a sütés úgy történik, hogy mindenképpen legelőször forró legyen a zsíradék, meg ugye egy kérget kell adnunk a halnak, és utána lehet egy nagyon-nagyon picit visszavenni a hőfokot, hogy belül is nagyon szépen süljön át. Nézzünk egy próbát, hát ez szerintem mindjárt jó is. Tehát bele fogom helyezni az első két halunkat, és körülbelül egy olyan 10-14 perc alatt készre is fogjuk sütni. Ugye a beírdalt területeket is így kicsit megborítjátok, látjátok a törzset, és ide is nyugodtan be lehet szórni lisztet, utána egy picit meg kell veregetni, hasüregbe is legyen, és gyönyörű szépen fogom, és már mehet is a zsíradékba. Ugye, mint mondtam, most kérget sütünk rá, megfelelő forró a zsíradékunk, és én ebbe a pozícióba már vissza is veszem, majd mindjárt meglátjátok. Tehát a nagyon-nagyon fontos az első kéreg rajta, ha hideg zsírba teszitek be, akkor egy borzalmas dolgot, egy elázott halat fogtok kapni, ami semmiképpen nem szimpatikus, és nem szép. Én vissza is vettem már egy kicsit, és innentől már szépen halkan sütjük a halunkat. Tehát azt jelenti, hogy 4-es 5-ösre levettem, és innen már csak lájtosan megvan a kiegünk, nézzétek meg, fantasztikusan néz ki. Szerintem abban a formában fogunk visszajönni, amikor elkészült az első sütésünk. Itt vagyunk ismét, gyönyörű szépen sül a hal, ugye megvolt az első kéreg, nézzétek meg, fantasztikus a színe, ennek már csak pár perc kell, gyönyörű szépen megsültek, és jön a következő széria, akkor ismét visszajönök. Jöhet a következő halunk a zsíradékba, gyönyörű szépen elkezd sülni ő is. Fantasztikus ebédünk lesz. Mindjárt sül a burgonya is hozzá. Jó, tehát az a lényeg mindenképpen, hogy tegyetek rá egy kis kéreget az elején. Legyen meg a kéreg. És utána le lehet halkítani. Nézzétek meg, milyen fantasztikusan néz ki már most. Utána le lehet halkítani egy picit, és tovább sütni. Na, nem sokára jövünk és tálalunk, jó? Tehát 10-12 perc az egész sütés. Itt vagyunk ismét, elkészült a hekkünk. Hát fogadjátok szeretettel, ez igazából nem egy olyan nagyon nagy dolog, de mégis megmutattam, hogy mi itthon hogyan készítjük. Az előkészítésre figyeljetek oda mindenképpen. Alaposan meg kell tisztítani a halat sütés előtt, hiába az van ráírva, hogy konyhakész. Ezt higgyétek el, hogy ez így van, és a sütésre figyeljetek oda, adjatok egy szép kéreget neki, utána halkítsátok le, és süssétek tovább, mondom, maximálisan a sütési idő 10-14 perc összesen, mind a két fele megsül, ezek ilyen 20 centis, 23-25 centis kisebb hekkek, minden nehézség nélkül el tudjátok készíteni, és egy hatalmasat fogtok enni belőle, nem kell menni büfézni, de néha az is kell természetesen a strandon. Hát fogadjátok szeretettel, készítsétek el, akinek tetszenek a videók, az iratkozzon föl, és aki föl van iratkozva, annak meg nagyon köszönöm, hogy néz minket, és jövünk folyamatosan az újabb, kisebb-nagyobb receptekkel. Sziasztok!